news. Ma lett 49 éves, és anyával beszereztünk neki egy ilyen orosz krémes tortát, mivel ez a kedvence, viszont ugye ez cukormentes, és tavaly ilyet nem tudtunk szerezni, bár mindenhol kerestünk, de nem volt, és most idén végre sikerült, úgyhogy van egy tervem is, amit most fel fogok vázolni Norminak, remélem itthon van meg minden. Normi! Normi, gyere már! Love. Na. Ugye ma van a harmadika. Milyen harmadika? Ma van a pályai színapja? Igen, ma van a pályai színapja, és most tudom mely. Viszont most tudod meg, hogy ma van a pacinőm. Nem tudtam, hogy ma harmadika van már. 49 éves lett apa. Tudom. És ez az ő tortája? Igen, csak cukormentesben. Kedvenc tortája. Igen, orosz krém, igen, és most még mi, na, mi a terv? Van egy tervem, igen? Hogy tudom, hogy ma van a pacinőm, de ma még ajándékot kéne neki szerezni. De apám nem kell ajándék, te is tudod. Ő nem jó, szeret se bulit rendezni, se ő inkább szívesznek is egyedül itthon van. Csináltunk, attól meg jól esik neki, meg ő is mindent megvesz nekünk, most nem. Valami cipőt, vagy nem tudom, amiket tőled ilyen fiús dolgokat. Hát nem Lau, megszerzett neki egy cipőt, úgyis néztünk közösen már kettőt. Kedvencét kiválasztom, megveszem, de akkor mára kéne. Hát igen, ma fel kéne menni érte. Jó, akkor most mert hát ma van szerepi, szóval tudom, egy kicsit elvünk ezzel késve, de... Jó, akkor csak egy cipő, ugye? Hát egy cipő, meg én intézek egy parfümöt anyával még. Parfümöt? Meg, hát igen, azt majd meglátod, meg annyi, hogy tűzjátékot még tudnál szerezni. Milyen tűzjátékot? Lehogy szilveszter, akkor mindent előttem. Jó, de most jutott eszembe, hogy jó lenne tűzjáték. Nem kell honnan sok. Honnan szerezek? Mert nem is lehet se honnan venni. Csak nem tudom, valamilyen kisebb üzék. Amit tudsz. Hív fel valakiket, vagy valami. Hát jó. Kösz. Old intézzék meg. Neked már egy cipőt, egy sneaker. Jó, én már intézzék neked tűzjáték. Tortákkal intézték, jól van, villantó. Na, akkor beszéljünk, nem soká hívlak, hogy úgy jó. Megpróbálok mindent elintézni. Megoldva. Jó, az tény, hogy ezt nem apának a szülinapja napján kellett volna kitalálni, hanem már az előző év december végén, de most jutottak eszembe ezek a jó ötletek, szóval igazából így. Nem baj, így is jól ezt megoldja, tudom. Na, egyenlőre jól haladnak a tervek, szóval ezt most be is teszem a hűtőbe, mielőtt még szétom, mint itt, mert nem tudom, és apa nem tudja megenni, de beteszem a kinti hűtőbe, hogy úgy csinálja faszolva. Melyek Normihoz, mert én már mindent elintéztem, szóval kíváncsi vagyok, hogy vele mi van, és már itt is jövök. Normi. Elintézted a cipőt, amit kértem? Elintéztem a cipőt, Lau, megszereztem, nem volt egyszerű, soha kellett itt telefonálgat, se kértem meg ilyenek, de megvan, az a lényeg. Te elintézted a parfümöt? Elintéztem mindent, a tortát betettem a hűtőbe. Igen. Okay. Cipő az hogy lesz? Vagy az cipő ami... azért már fel kell menjünk Pestre, és igazából haza kell hozni. Jó, és milyen cipőt rendeltél? Ez a sárgát, hát vagy a pirosat? Nem, ez egy Jordan 4 Red Thunder, igazából apával ezt néztük, neki nagyon tetszett, azt mondta, hogy menne hozzá, meg tudod mostanában ő is itt. Leutánozott engem, azt elkezdett egy cipőket gyétegetni, meg jó, ilyenek, akkor ez szóval fix. Szerintem ez igen, ennek örülni fog, meg másik, hogy ilyen nekem sincsen, szóval meg is fog lepődni, hogy úristen, milyen komoly cipő, meg egyetlen van ilyen a családban. Jó, és a tűzijáték? Hát a tűzijátékért is telefonáltam, egyik spalomnál maradt kettő, nem tudom, hogy milyen lesz, vagy hogy lesz, az a lényeg, át kell, lényeg, hogy ugorjak. Van. Igen, lényeg, jó, hogy nem van kell két ilyen... tűzijáték, átugrok, ért, elhozom, azt lesz, ami lesz. Jó, nem kell ilyen nagyon durvák. Hát, jó az is, hogy ilyen kicsi vagy ilyenek, jó? Ó, azok durvák, na, lesznek, maradjunk annyiban. Köszönöm, hogy elintézted, akkor még gyors kelljelünk, akkor menjél utána a tűzjátékhoz, és akkor minden kész. Jó, jó. Na. Na, Normi állítólag már itt van. Szóval most jövök ki. Ah, hallom, már itt is van. Jövök! Ne aggódj! Kis Márti! Ennyit kell rád várni, mindig még kidőre. Garanyító van nálad? Van, minden van nálam, mikor már le. Ezt tudtam intézni. Már megint. Jó, ez jó lesz. Neked ez egy 65 meg egy 54 lövetű tűzijáték, szóval úgy készülve, hogy ez le fog robbanni konkrétan. Mondtam, hogy nem kell nagy. Ah, Lau. Ez egy szülinap. Adjuk már meg a módját. Gyorsan, gyere, hova tegyem le? Tegyük be a garázsba? Tegyük be egyenlőre. Rejtsük el, jó, hogy nehogy meglássa. Na, megint Normira várunk, természetesen. Várjuk, hogy jöjjön, Normi sehol. Vagy Normira, vagy rám. Na. Ott jön, ott jön. Na. Hát igen, hátra lett ültetve. Komoly. Hátra ültetted? Aha.
hát... Aki késik, az sajnos így járt. Ez most komoly. Na, hoztál pénzt, meg megvan minden? Hoztam pénzt, nyugodj meg, minden van nálam, Lau. Jó, akkor fix, megvan egy cipő, megvan minden? Megvan minden, csak mennünk kell, jó? Jó, akkor indulhatunk, anya. Jó. Na, éppen próbálunk eljutni a Trutuszolba. Nagy nehézségek áram megy, eltévedtünk. Így de... van, lassan odaérünk a Trutuszolba, gyorsan elvégezik a dolgot, és megcsinálok a mekibba, hanem megyünk haza. Szóval szurkoljatok, srácok, a tűzjáték minden már otthon van. Most értünk vissza, igazából. Megvan. Jó nagy menet volt. Milyen nagy menet volt. Hát mi? Én vettem addig 5 kilötöcsé, mert nem tudtam, hol megállni. Jó van, már itt meg is van a cipőnk. Na, Steve cipője megvan. 43-as méret, Jordan 4 rettendőr. Rettentő? Rettentő. Hát nem rettentő, csak rettendő. Mindegy, ez megvan. El is intéztük. Már csak. Irányháza. Hát a parfüm. Ja igen, kölyök a parfümért még be kell ugrani. Még gyorsan oda megállok és beszaladtam. Na jó, akkor még a parfümért be kell szaladni. Aztán... Elszaladhattál volna addig érte anya, de hát... Hát mivel nem tudtam elakni a Bernát, ezért elég nehéz volna beszaladni. Jó, igaz. Nem baj. Megyünk, és otthon még vár ránk egy kis játék. Srácok, az a lényeg, hogy apa kinyátszik a udvaron a kutyákkal, ami azért nagyon nagy baj, mert nem tudjuk így megcsinálni a meglepetését, ki kéne vinni a dolgokat, meg ilyenek, nem lehet így. Szóval nem is baj, holnap ráteszik a főattrakciót, a tűzjátékozást, meg mindent, és nem utolsó sorban így végképp nem fog gyanakodni, mert ma van a szülinapja, ha holnap ráteszik ugye a negyedikére, akkor már már úgyse történik semmi, meg ilyenek, az közben akkor lesz a főattrakció. Na Normi, miért hívtál? Na, Lau, azért hívtál ki, egy gyorsabban, miért nem jöttél ki, amúgy is már korábban. Itt vagyok már, csomagoltam az ajándékot. Pakoltam, hogy szétterítettem mindent. Minek pakoltál? Azért pakoltam szét, Lau, mindent. Mert apát ki fogom ide hívni este, amikor lement már viszonylag a nap, meg ilyenek, tudod. És elkezd majd pakolgatni, meg megkérni, miért csináltam ide ekkora kupráit, meg minden ilyeneket, tudod. Mi nekünk ki kell készíteni az asztalt, rátenni az ajándékokat, a tortáját. Gerit át kell hívni, hogy majd ő meggyújtja a tűzjátékokat, meg ilyenek. Közben fel kell szállni a drónnal is, szóval Lau, azért ez egy nagyon összetett jó, hát folyamat. Segít. Persze, hogy segítek én is, meg a Geri is a drónban, meg ilyenek, meg neked kell irányítani. A tűzjátékot sem szabad elfelejteni, meg kell gyújtani azokat is valakinek, az ajándékokat jó, is ki kell tenni. Jó, ne látszódjon, mert ezt úgy kéne, hogy valaki tesszük, tudod, és akkor ezt apa ne lássa, és Geri meggyújtja, és akkor egyszer csak így du. Persze, azért tettem ezeket itt, aki minden, érted? Jó, akkor ezzel tartod majd fel apát, jó. Van, azért van itt a hangszóló is, hogy azon is, hogy meg fog szólalni a Happy Birthday, ennek megkérdezi, tudod, hogy mi ez itt már megint, nem jó, is kért semmit, hát meg ilyenek, tudod, és akkor mert akkor tortát is kirakunk, meg mindent, jó? Persze, na jó, de ajándékok akkor siessünk. Be vannak csomagolva, minden megvan. Be vannak csomagolva? Igen, akkor az asztalt ki kéne hozni. Igen, tudod, először is az asztalt ki kéne hozni. Amúgy nagyjából rád maradt, nem? Ezt kéne kihúzni. Csak na mi van? Hát húzza az asztalt. Emeld meg. Nem tudom felemelni. Nem tudod megemelni az asztalt. Nem tudom felemelni. Na, te is alispügön. Ennyit a nagy menőségről, mindjárt bedöntöd oda az asztalt a biciklik közé. Na sziasztok! Bal 2 az asztal kiviteléhez. Pusztárővel nem tudtam megoldani, de hát figyelj, itt technika. Kivisszük a quaddal, nézzük meg. Meg lett oldva. Már nem tudom, mi lesz ebből. Mert azok a lábakat nem annyira stabilak, hogy ezt ki tudja húzni, de hát figyelj, én hiszek neked. Te tudod. Te tudod. Na gyerünk, ez is erő kell, mi? Reméljük elér a csörlő. Hát figyelj, megindult, nem mondom, hogy nagy sebességgel jön, de figyelj, szerintem órák kérdése is elér odáig, igazából nem tudom. Normi ötlete bevált, ott ül, nagyon jó. Hát az asztal az jön, igazából szóval mint egy hangya, de semmi probléma. Szerintem gyorsabban elvittük volna, de hát Normi megoldotta. Nem akart szarozni, nem baj. Igazából most vissza kéne álljak, de az asztalt meg kell még igazgatni. Nem baj, idáig el tudtuk húzni, igazából ez is valami. Több mint a semmi, az fix. És Normi addig visszaáll a garázsba szépen. Imád vadozni, igazából tudtam, hogy csak ezért akarta kihozni a kvadot, hogy tudjon menni egy-két kört. Ezt mindenki tudja. Nem baj, ezt az asztalt meg majd ide beigazítjuk. Meg én igazából ötször fagytam le,
semmi baj. Normi, nyugodtan körözzön még itt. Fél órája szenvedünk, de mint már mondtam, nem baj. Megéri szenvedni. Itt lesz az asztal, hát ez itt lesz van. A szék, itt lesz az majd a tűzijátékok, hogy ne lássa azokat, itt lesz az ajándékok, hogy nézi majd, így jújjúj, csomagolja, tudod meg ilyenek, hátrafordul egyszerűen, csak így itt lesz a nagy tűzijátékok, és így van egy 65-es, egy 54-es tűzijátékló, olyat fog robbanni, hogy sírászra fog ásni, én azon gondolkodtam még, lenne, hogy egy tűzjárat megfognám, hogy betenném, ezt így bálítanám erre, ezt így minden felrobbantja, hogy nem lesz csak saját hülye elménynek köszönhető. Ott lesznek a tűzjátékok, nagyon gyönyörű lesz, és papcának egy jó kis szünnapot tudunk csinálni. Remélhetőleg, örülni is fogunk az ajándékoknak is. De mindegy, sok a dolgunk még, Lou. Menjünk vissza, szóljunk apának, Gerinek, drónt is be kell állítani, meg kell nézni, fel van-e töltve, stb. Jó? Jó. Hogy gyere. Mindent kihoztunk, ott vannak kihoztunk, az ajándékok. Itt van a két ajándék apa ott számára, van tűzjáték. Itt a két tűzjáték, itt a hangszóró, apa ide foglal ülni, és hát igazából amíg apa így szépen csücsörél meg ilyenek, még nyitogatja az ajándékokat, így van, jó meg itt lesz még a torta is, ugye? Itt lesz, itt lesz az asztalon. És mögötte lesz elhelyezve. Ezek a tűzjáték. És Geri is megjött. Hello, hello! Ó, szép ajándékok! Ez ennyivelhez képest olyan randál van csomagolva, mint az állat, de én is hoztam egy ajcsit. A szándék! A szándék a lényeg, nem? Még egy ajándékkal gazdagabbak lettünk a mai napon. Hát apád! Hát vagyis nem, mi? Apád, hát jó, most így... Na, akkor... Amúgy arra vigyázzunk, hogy még addig ki ne jöjjön apa itt ezen az ajtón. Igen. Nehogy észrevegyék a dolgokat, de most akkor nekem mi a pontos szerepe, mit kell csinálnom? Hát a drón meg a tűzjáték begyújtása. Így van. A drón nem gyújtom be, de hát értettem a célzást. A drónt használom meg lehet őre. Itt lesz a két tűzjáték, ezen a két oldalon. Apa itt fog lőni hátra, ami nyitja az rendőrfogat, meg itt lesz tortája, ilyenek. Két tűzjátékot gyorsan begyújtod, és akkor hátrafordul, hogy mi ez a nagy durrogás, itt lesz nekem. Igen, és lehetőleg a drónt ne tűzjátékozz le valahogy. Hát ezt megpróbálom, meg hát egy kicsit sötétedni is kéne, mert hogyha igen. Érted, hogy begyújtjuk a tűzjátékot, minden fog, csak nem látszik. Persze, igen, igen, hát még fél órát, egy órát el kell még valahol csalni. Jó, 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 de szuper, jó ötlet volt ez. Jó, jó, ma köszi az ajándékot. Köszi, na, itt is vagyunk, már besötétedett, minden itt megvan. Sötét van, kint is minden. Már csak. Hívni kéne apát, hogy segítsen, molyolni. Hát akkor mire vársz? Pakolni. Fel se veszi. Hallod, apa? Miért hívsz, fia? Mert itthon vagyok én is. Gyere már ki a garázsba, a BMW-s garázsba. Miért? Hát csak gyere már ki. Segíteni kéne kicsit. Jó, fölkapok valamit, mindjárt jövök akkor. Köszi. Jó. Húsz. Apát itt megszakítottad a filmezés közben, gondolom most ki lesz végbe. Ez jobb lesz neki, mint a filmezés. Itt vagyok! Te jój! Olj oda néz a Gercó testvér is! Mi a helyzet? Na, vedd le a szemcsit! Vegyem le? Vedd le! Hova nézzek? Na. Hú, gyerekek, biztos akarjátok ezt? Aha. Na figyeljétek, most be lett mogolva a Steve-nek a szeme. És most sad music-ot beteszem. Na vedd, vedd. Nézd meg, a Mike Tysonnal összeverekedett. A Mike Tysonnal összeverekedett a Steve! Tehát, hogy egyszer jól nézzek ki. Hát nem is tudom, kb. Két hete volt ugye a szemműtétem. Igen. Innen kiláttak mind a két helyről egy-egy ilyen nagy bőr. Fiúk és meg a lányok is, meg mindenféle dolog. Hallott, te tényleg nem pakoltál meg össze, édes? Nem pakoltam össze, mert lehet, hogy holnap nem is tudok menni még. Egy-két helyre, meg ilyenek. De tényleg van egy vadonatúj hószán ott fönt a hegyek között? És te inkább te elmész... Te mondasz, hogy izé segíteni kell, meg ilyenek. Hát ki akar menni segíteni? Én izélni akarok. Szerinted azért ki fogunk menni, segítünk magunkon, meg utána húzunk egy nagyon nagy gázfröccsöt a hegyek között. Te tényleg elmész Guncit simogatni most, basszus. Tehát tényleg most ott hagy. Mi? Ráadásul itt össze-vissza pakoltál mindent, basszus! Most nem is értelek téged, fiam! Itt molyolgasz, bazd meg, itt simogatsz mindent, mint Tóth a Pinán, én komolyan mondom, nem értelek téged! De tényleg! Miről beszélsz? De basszus, kurva kocsiba be kéne legyen minden pakolva, fiam! Ide szépen be kéne legyen rakva! Tényleg! Majd segítek én! Mindjárt akarom a kis cuccodat! Nyugodj meg, most inkább ki kéne menni az udvarra, jó, Steve?
Ó, oh, fiam, de nem szeretem így, hogy nincsen, nem vagyunk. De jó, majd hol... De jól van, csak hol... De akkor majd bejövök, és akkor én is segítem. Jó, csak tudom, hogy ki fognak maradni majd ezek a protektoros bugyik, meg az aláöltözők, meg ilyenek, és hónap, ha kitalált, hogy jönni fogsz, akkor most mi menjek ki? Mert akarok neked valamit. Aj, fiam, gyere pakulj már össze. Várjál, majd utána nem kell ilyen rendmániásnak lenni egyből. Na gyere, apa. Ti mit csináltak itt, anyácska? Ez mi? Ne! Ez most komoly! Egyem is meg! De most komolyan ti most... Bocsász, ez most komoly! Ja, Istenem, Istenem! Ja, hogy akkor erre volt itt az egész, mert éreztem, hogy valami előkészületek mennek. És itt van a tortácskám? Jaj, de jó! És cukormentes ráadásul? Hol a néz az ajándék? Figyelj, de nekem nem kellett volna semmit venni, gyerekek! Ezt, ezeket most ti vettétek, vagy mi? Ezt a kettét, ezt meg a Geri. Hát ez a Geri csomagoltam a család. Egyem is meg! Hát igen, azt nekem sikerült csomagolni. Hát gyerekek, hát ez most tényleg meglepetés volt. Kicsit hadd szóljon a zene! Azaz! Jaj, de jó, gyerekek! Ez egyik kedvenc, legszebb szülinapom. Le a kalappa! Hogy tetszik? Ma bontsad ki az ajándékokat, meg ilyenek. Meg egy gyors tortakostoló. Bontsad ki az ajándékokat, meg az ilyeneket. Hú, ezt nagyon jól összeraktátok, fiam! Kicsi? Mm-hmm. Jaj, de szereti! Ez mi? Ez? Hát mindjárt megváltok. Ezt nem mondod komolyan. Ti képesek voltatok ennyi pénzt elverni erre a parfümre? Gyerekek, figyelj, azt hittem, hogy kitört a háború, mondom, az ukránok itten gyorsan születésnapon beküldtek egy rakétát. Hú, gyerekek, azért erről szólhattatok volna. Még egy atyasztikon. Szóval még egy? Még egy, inkább vegyed a tortádat. Finom? Istentelenül jó. Normi ezt intézte neked, jó? Gyerekek, de hogy mondjam, neked nem kellett volna ilyen drága ajándék. Jó, apa, de mindig mindent megveszem. Jó, de neked most... egyben van a születésnap, a karácsony, a névnap. Mondjuk igen, mondjuk gyerekkoromban is így volt, hogy volt a karácsony, jó, hát már megint! Na mit szólsz ez a tűzi játékos? Hát barátom, figyelj, azon kívül, hogy majdnem itt hirtelen felugrottam, úgy beszartam, hogy atya úristen. De most komolyan, na. Gyerekek, én nem szeretem ezt a születésnapozást meg ilyesmit. Most te is megérdemled. 50 vagyok, na akkor azt mondtam volna, hogy na hát igen. De maradtad, mit mondott a kicsi lányod? Megérdemled, tesó, hát ennyi. Egyem is meg. Egész évben jó vagy hozzánk, akkor egy kicsit hadd legyünk már mi is jó fontád. Egyem a szíveteket, milyen jó fejek vagytok. Jó mondom? Így van. Ugye főnök? Ez mi? Ezt mondom. Hoppá. De van egy csomó Jordanem van, fiam, mert van három Jordanem. Ez úgy egy jó, fiam, érted? Ez és az... Ehhez az outfithez illő lesz. Jó, nyisd. Oh, ne! Nem! Ezt néztük, tudod, a múltkor. Tudom, tudtam, hogy azt tetszik neked nagyon. Még gondolkoztam is, hogy mondom, egyszer meglepem, csak mondom, azért 2 kilót nem adok egy ilyen cipőért. Na nézzük! Most képesek voltatok ennyi pénzt elverni. Szagolj bele, milyen jó illata van. Istenem. Figyelj, holnap fölkelek, első dolgom lesz, csinálok benne egy Insta picture-t. Mit szóltok hozzá? Szép. Ú, de fasz a gyerekek! Itt hallod, a bar, ez... ezt anyával intéztük. Figyelj, az igen. Ezt még én sem mertem magamnak idáig meglépni. És akkor jó, van ez? Hát tesó, ezt én csomagoltam.
Őszinte leszek. Tényleg te csomagoltad? Igen. Hagy kivetni valót maga után. Kicsit szomorúvá tettél, amikor meglépted azt, hogy a Balázs Kicksbe intéztél magadnak egy Air Force 1-est, mert régóta tervezgettem, hogy megleplek vele egyel. Nem, de ez is egy cipő. Ne szórakozz már. Ezt nem mondod. Ez meg egy Panda Dunk, tesó. Ez viszont van ilyened, és van én meg mondtam neked, hogy milyen jó az a csuka. Így van. Tesó, sok fekete cuccod van. Eljem a szíveteket. Panda Dunk, tesó. Elájulok. Hány? Ahhoz képest, hogy nemrég fiam még a körmödről akartak lekapni, hogy nem pakoltál össze, de ezért még egyébként még számolni fogunk. Engem az érdekel, hogy itt együtt vagyunk, hogy tényleg, ja, hogy ezt így kitaláltátok, ez őszinte leszek. Ennek örülök, addig nagyon ez érdekel. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök. Barcsesz, hát elájulok. Hát figyelj, tesó, dunkod még nem volt, vagy volt egy, de érdekes színálás, gondoltam legyen egy basic fekete színálás. Nem is tudom, szerintem ezzel már, hát nem tudom meddig élek, de szerintem, hogyha egy 80-at meglépem az életemben, szerintem még akkor sem fogom tudni eljárni. Ja, azért a cipővel most nem lesz gondod, igen. Szerintem is. Gyerekek, hálásan köszönöm. Szerintem menjünk be, mert le fogunk fagyni. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon jó fejek vagytok. Hát a tortát az hozzad, és azt ne hagyd. Hallod, ez hogy hoztátok ki ezt az asztalt? Ez olyan nehéz, mint a... Ne, akkor azt mondom, ne beszéljünk, jó? Nem ez mi? Nem szerintem tényleg. De tényleg, anyával tudtok így vinni. Inkább edd a tortát. Inkább, majd visszavisszük. Hallod, a kertbe ki fog rendetteni, mert tudjátok, hogy mennyi szuszt lesz itt holnap? Nem én, ezt nem én leszek. Én szereztem, Lau rendette. Emlékszel, mikor itt tűzi játékoztunk, nem voltunk szomjasak? Hát én nem vettem. Február végig szedegettem a fűből a csokmocskon. Jó, de tesó, ott fél Magyarországnak a tűzi játéka itt volt a kertben. Ez egészen elképesztő. Hát gyerekek, ez nagyon szépen köszönöm. Kicsi fiam. Kicsi lányom. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha tetszett, hogy nyomjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Legyen szép hétvégétek mindenkinek, utólag is boldog szilvesztert kívánunk. Én Normi voltam. Én pedig Laura. Sziasztok!